Dudás Szilvia táncpedagógus vezetésével két csoportban mutatták be a csokonai óvodások a tánctudásukat a szüleiknek. A kicsik vidáman követték a pedagógust és énekelték a mondókáikat. Ezzel kezdődött az őszi játszóház az intézményben. Mindig próbálunk valamit újítani, hiszen tavaly előtt mesét játszottunk el a gyerekeknek. Az idén viszont szeretnénk még színesíteni ezt a kis programot, úgyhogy most az idén Dudás Szilvia fog táncházat tartani a gyerekeknek itt a tornateremben. Ugye sokan vagyunk, úgyhogy két csoportban fogja tartani a gyerekeknek, és akkor utána lesz lehetőség a csoportokba menni barkácsolni. A csoportos foglalkozás mindig nagy siker a családok körében. A csoportszobákban a nevelők segítségével készültek a szebbnél szebb őszi díszek. Mindig egy tervező munka előzi meg ezt a délutánt, hiszen mindenki összegyűjti, hogy a korosztályának megfelelően miket tud elkészíteni a gyerekekkel, mert hiszen azért vannak itt 2,5 éves, 3 éves gyerekek, ott az óvónénik ennek megfelelően állították össze a barkácsolási lehetőséget, illetve ahol már nagyobbak a gyerekek, ott komolyabb dolgokkal is készülnek, nem csak papírmunkával, mert azért az ősz terméseivel nem könnyű a gyerekeknek foglalkozni, mert azért az egy komoly megmunkálást is igényel, hanem például a nagy csoportban fűzfa ágakból kis nyuszikat készítenek. Most éppen ők is már készülődnek, kis koszorúkat fonnak a kezükkel, úgyhogy megpróbáljuk azokat a lehetőségeket kihasználni, amiket lehet. Mindig nagy öröm a közös munka, főleg ha a szülők is besegítenek. Ezért is törekszik évről évre az intézmény, hogy minél több közös családi programot szervezzen a kicsik számára.